Újra nyílt napokat szervez a Holcim Magyarország Kft. A Bükkösdi kőbányájában. A látogatás során az érdeklődők betekinthetnek a bánya működésébe, és megismerhetik annak történetét, mindennapi működését. A nyílt napok keretében a Holcim az iskolás csoportokat június 12-e és 14-e között délelőttönként várja. A helyi lakosok, magánszemélyek, családok és baráti társaságok számára külön napon, június 17-én szombaton délelőtt hirdet látogatási időpontokat a cég. A látogatáson történő részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációt a jelentkezések sorrendjében fogadja a vállalat legkésőbb június 7-én 12 óráig a www.holcim.hu weboldalon. Annak is nagyon örülünk, hogy a Covid után végre először tudunk bányai nyílt napot tartani júniusban, kicsiknek és nagyoknak, azért mondom ezt, mert szerintem egy óriási élmény a kisgyerekeknek látni ezeket az óriási munkagépeket, amik ott vannak a bányában. Ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire környezettudatosan műveljük a Bükkösdi bányát, és milyen jó minőségű anyagokat tudunk szolgálni, és ugye fontosnak tartjuk azt, hogy a közösségekkel egy nyitott és állandó kapcsolatot tudjunk ápolni, teljesen transzparensek vagyunk, és nagyon örülök, hogy ezt sok mindenki látni fogja. A bánya bejárása előreláthatólag egy órát vesz igénybe, amely során a látogatók testközelből megismerhetik a hatalmas rakodógépeket, és betekintést nyerhetnek a mészkő kitermelésének feldolgozásának folyamatába. A látogatáson maximum 20 fős csoportok vehetnek részt, életkori megkötés nélkül. A részvétel további feltétele, hogy a látogatók hosszú szárú nadrágot és zárt cipőt viseljenek. A látogatáshoz szükséges munkavédelmi felszerelést, mint például munkavédelmi sisak és láthatósági mellény a vállalat biztosítja a résztvevőknek.